A Hamvonyi György Általános Iskola hamarosan két új tanteremmel bővül. Elkezdődött az új tanév, változott valami az elmúlt tanévhez képest? Jelentős változás nem történt, végül is a tantestületben nem történt változás olyan tekintetben, hogy se nem jött nevelőjük, se nem távozott nevelő a tantestületből. Tanulók létszáma hozzávetőlegesen annyi, mint az elmúlt esztendőben, tehát 200 körüli létszámmal kezdődött az iskola. Ez persze változik, mert jönnek tanulók, mennek el tőlünk tanulók, de a 200 körüli létszám az megvan. Az átlag létszám osztályonként 26 fő, ez nagyon optimális létszám. Ehhez persze hozzá kell tenni, hogy van olyan osztályunk, amelyikben 34 tanuló van egy osztályban, a másik osztály, másik véglet pedig ugye 22 tanuló. És a mutatóink, amelyek alapján a finanszírozást kapja az intézmény, azok nagyon jók. És manapság ez nagyon fontos dolog, ugye, mert az intézménynek a fönntartása, ez sarkalatos kérdés az önkormányzatoknál. Ami az épületet illeti, változás történt, hál' Istennek. A korábbi évekhez képest ugye látszik, hogy megépült a tetőtér, magas tető. Erre nagyon vártunk már. Sajnálatos módon nem kaptunk elég pénzt a pályázat útján, amennyivel teljesen be tudtuk volna fejezni ezt az építkezést. De megoldódott az a helyzet, hogy az épület nem ázik be, szigetelése jobb lett az épületnek, és a másik pedig az, hogy tantermekkel fogunk bővülni. Amint említettem, nem kaptunk elég pénzt, ezért az önkormányzatnak több mint 2 millió forinttal az idén önerőből, saját erőből hozzá kell járulni ahhoz, hogy most két tantermet tudjunk használhatóvá tenni, ami azt jelenti, hogy festés megtörténik, a burkolatot elkészítik, a vizes blokk elkészül, a folyosót leburkolták, a lépcsőt leburkolták, mint az látható volt. Ez már azt fogja jelenteni, hogy két teremmel többet tudunk használni, és meg fog szűnni benne a konyha melletti szükségtanteremnek a használata, valamint az informatika termet, ezt a szintén szükségtermet, amit mellettünk található, ezt ki tudjuk úgy bővíteni, hogy a felső szinten kialakítunk egy informatika termet. Tehát ez egy pozitív változás mindenképpen, és maga az építménynek a színvonala is, mint ahogy látszik is, majd a felvételeken, az nagyon jó. Itt el kell mondanom, hogy dicséret illeti az önkormányzat mellett a dolgozóinkat, karbantartóinkat, hiszen önerőből és ők végezték el ezt a munkát, és dicséretet érdemelnek a közmunkásaink, akik szintén nagyon sok munkát végeztek el ezen az építményen. Végül is a festést közmunkások végezték, és nagyon jó minőségben, tehát azt mondhatjuk, hogy elégedettek vagyunk. Ami a jövőt illeti, hát várunk pályázati pénzekre még, pályázni fogunk továbbra is, ugyanis nem adtuk azt fel, hogy az épületet kívülről rendbe lehessen tenni, a nyílászárókat ki kell cserélni mindenképpen, mert a fűtés szempontjából nagyon veszteséges az épület, fűtési rendszert korszerűsítenünk kell a jövőben. Erre most van ígéret, hogy lesznek pályázati pénzek, ezeket fogjuk figyelni, pályázni fogunk, és amennyiben ez megvalósulhat, akkor teljes mértékben befejezzük az épületnek a külső felújítását, illetve a felső színnek a komplett berendezését. Talán még elmondanám, hogy szintén pályázat útján a megyei közalapítványhoz pályáztunk bútorzatra. Ugyanis kiírtak egy pályázatot, amelyeket most szeptemberben fognak elbírálni. Mi 400 000 forint értékben igényeltünk a pályázat útján bútorzatot. Ezt szeretnénk az új könyvtárnak a berendezésére felhasználni, hogy oda új szekrényeket, asztalokat, székeket tudnánk elhelyezni, és akkor egy nagyon szép színvonalas iskolai könyvtárunk lenne.